Sziasztok, Vicuska vagyok. Elhoztam nektek ismét egy leckét, fogadjátok szeretettel. Megnézzük, hogy jól működik-e a mikrofonunk, remélem igen. Mert pirosnak kell lennie, és így működik, oké. Jó, tehát remélem nem lesz vele baj. Azt mondja, veszünk egy lapot, 900x700-asat, leokézzük ablak eredeti méret. Beöntjük a számítógépen kijelöltem két szint, mégpedig egy sötétebbet és egy világosabbat. Ez lesz a sötét, és akkor veszünk egy réteg új üres-t, leteszem a bödönt, réteg új üres, ezt pedig egy világosabb színnel öntjük be, megfordítom és beöntöm, leteszem a bödönt ezzel, megyek a szűrőkre, a fotomaszkra, a fotomaszkon belül pedig a maszkocskámra, tehát mindegy, hogy melyiket veszem. Ez is lehet a sötétebbik és a világosabb is. Hát én a sötétebbiket veszem, oké? És akkor következőt teszem, egyesítés az előző réteggel, tehát azt csináljátok, hogy itt a világosabb legyen, itt pedig a sötét, ez a két téglalap, így tudjátok, és a két széle is. Tehát jó lesz, és akkor megyek a szűrőkre, a torzításra és a görbére. A bocsánat, először megkettőzöm, réteg megkettőzés, úgy megyek a szűrőkre, a torzításra és a görbére. És felhúzom, egyet hagyok ki. Oké. Amikor ezzel készen vagyok, akkor veszek egy új rétegürest. Új rétegüres, oké. És akkor beöntöm ezzel a világosabb színnel. Amikor beöntöttem a világosabb színnel, akkor ugye ezzel azért öntöttem, hogy tudjak dolgozni. Tehát egyesítem is. Egyesítés az előző réteget, tehát az alsóra már nem lesz szükségem. Most megyek a deformációra. A deformáción a pixelméret és egy 25-öst jelölünk ki, és itt pedig kijelöljük a téglalapot, és megnézzük, hogy mit csinál vele. Hát persze, természetesen a nem jó, mert a felső rétegen állunk. Akinek itt nincs meg, mutatom, az megy a szűrőkbe, a bővítményre és a deformációra. És egy 25-ös pixel, ne felejtsétek el, felső rétegen állunk. És pixel méret, téglalap, tehát 25-ös, itt bejelöld a pixel méretet, függőleges érték 25, vízszintes érték ez 2, tehát, hogyha nagyobbat veszek, nem is akarok, vagy nem is tudom, nem is szeretnék, talán. Talán így jó lesz, tehát legyen 4-es, függőleges érték 25 és 4-es, téglalap itt, téglalap, mert ezt így le lehet húzni, és akkor a téglalapot választjuk, oké. És akkor kaptunk itt ilyen kis világos dolgot. Szűrők, domborítás, domborítás. Hát még egyszer mérsékeltet adhatunk neki. És akkor utána a következőt teszik, jobb gomb, szabad átalakítás, ezt egy picit lekicsinyítjük. Picit azért, hogy tudjunk vele dolgozni, mondjuk 70-85% körülbelül. Hát 80. Tudjunk dolgozni csak azért. Tehát a következő dolgot teszed, mész a szűrőkre, a torzításra, a trapéz torzításra, és hát nem itt, hanem körülbelül így 120-at veszel, itt fönt se legyen annyira, nem is tudom. Itt vegyünk 20-at, jó? 19-20, nagyon nehéz itt ezzel dolgozni, menjünk ki a szélére. Menjünk ki a szélére. Oké. És akkor kaptunk egy ilyen dolgot. Hát ez itt nekünk most mind szép és jó. Réteg, beállítások, árnyék. Adunk neki egy kis árnyékot és egy 4-eset vagy 3-ast. Is egy 3-as, kihúzzuk a szélére, és oké, réteg megkettőz.
És akkor próbáljuk ezt a megkettőzött réteget itt ebben az irányban húzni. Tehát az azt jelenti, hogy ezen húzzuk. Réteg megkettőzés, körülbelül egy centis, hát egy kicsit kisebbre vegyük. Ezeket a távolságokat figyeljük, jó? És akkor itt is azért próbáljuk réteg megkettőz, négyet vegyünk. Jó. Itt is. Tehát rendesen kimegyünk a szélére. Nekem is furcsa, nekem is rossz, tehát nem a legjobb. Mert itt már ahogy mindig, ahogy feljebb megyünk, már máshogy áll. És akkor itt is nézhetjük a közepét például, melyik áll rosszabbul. Jó, annyira nem fontos. Egyesítés az előző réteggel. Egyesítés az előző réteggel. Ezeket egyesítjük. Na most utána lekicsinyítjük egy kicsit, mégpedig len. Hát lehet a szabad átalakítással is. Mondjuk egy 70, hát lehet egy 60-ra. Nyugodtan, oké. És a következő dolgot teszed. Fogod réteg megkettőzés, akkor így elhelyezed. Na most ide felviszed ezt, hogy legyen nekünk támpont, hogy hova helyezzük. Itt oldalt is, és akkor hogy hova helyezzük el. Tehát ezt mindegyiket így lejjebb egy kicsit. Próbáljuk ezt a szélét, hát nem úgy helyezik el, lejjebb. Tehát körülbelül így ilyen távolságban. Réteg megkettőz, és a másikat is lehúzzuk. Próbáljuk figyelni ezt a távolságot itt, meg itt ezt a távolságot, itt például ezeket tudjuk figyelni. Meg ugye itt is tudjuk ezt figyelni. Tehát, hogyha ezzel ide kimegyünk a szélére, meg ezzel is, itt ez a távolság, és itt tudjuk figyelni. Egyesítjük az előző réteggel. Egyesítjük az előző réteggel, réteg megkettőz. Ugye ez lesz az effektünk. Egy vízszintes tükröződéssel, áttükrözéssel átdobjuk, és akkor összepasszintjuk. Hát két dolog lehetséges. Vagy így passzintod, így, kettős módszer, vagy teljesen így ráhúzod. Én így ráhúznám inkább. Egyesítés az előző réteggel, és amikor így ráhúztam, akkor fogom, és megint megyek a szűrőkre, a torzításra és a trapéz torzításra, és ezen belül ugyanezt alkalmazom, mint az előbb itt még egyszer. És akkor most kaptam egy ilyen nagyon szép dolgot, csak az a baj, hogy tehát ezt ki kell húzni, tehát fogod ide behúzod, jobb gomb, torzítás, és fogod kihúzod a szélére. Kb. Is meglátod, hogy mekkora. Megnézed rögzítés. Megnézed, hogy mekkora. Hát nagy is lett egy kicsit. Nagy lett. Itt is elmozdult ez nekünk. Ez elmozdult. Ez nem mozdulhat el a középső rész. De elég szép lett. Egy kicsit összehúzzuk torzítással, azért torzítással. Nézzétek! Itt megyünk a vonal mentén, rögzítés. És hát próbálgatni kell, ugye, most már talán jó lesz, egy kicsit nagyobb, de nem érdekes. Na most, amikor ezzel készen vagyunk, tehát megcsináltuk, akkor veszünk még egyet, réteg megkettőz, és még egy sort rakunk rá, hogy még szebb, még ünnepélyesebb legyen a dolgunk. Jó, hát ez mind szép és jó, egyesítés az előző réteggel, és most felvisszük. Most felviszik, de hogy mekkorát hagyunk ki, azt még nem tudom. Tehát még egy picit szűrők, torzítás, trapéz torzítás, oké, ugyanezzel megcsináljuk, és most felvisszük ide.
És akkor én megnagyítom szabad átalakítással. Legyen 110, igen, és akkor nem baj, hogyha nincs benne, teljesen, így szép lesz. Ilyen fenyőfa alakú. Hát igen, próbáljuk azért a közepére helyezni, réteg megkettőz, egy függőleges tükrözéssel átdobjuk, így is szép lenne, hogyha ezt így a közepébe tennénk. Lehet, hogy így maradna is, tehát de ezt így ide lehúzzuk, jó? Tehát lehúzzuk, mondjuk itt csak egyet veszünk, itt egy marad, itt pedig maradhat a több. Megnézzük az eredeti képünket. Az eredeti képünk az egy kicsit világosabb kép lett. Kicsit világosabb, de kijebb megy, látom. Tehát nyugodtan kihúzhatjuk még, nyugodtan megnagyíthatjuk. De nem fontos. Na most a következőt tesszük. Ezt megfogjuk, egyesítjük az előző réteggel, és ezen a rétegen állunk, az alsó rétegen, szerkesztés, kitöltés, kihúzás. Kitöltés, kihúzáskor, ugye kitöltjük ezzel, innen a barnát jelöljük meg, ezt a barnát. Hát nem tudom, hogy melyiket, amelyiket is szeretnétek, mindegy, valamelyiket jelöljétek itt be. Jó. És a következő dolgot teszem. Van nekünk egy kis városunk, szerkesztésmásolás, szerkesztés, beillesztés. És aztán ugye ezt egy kicsit megnagyítjuk, jobb gond, szabad átalakítás, és akkor fogod, megnagyítod a várost, így. És ugye ez kitöltse a teret, jobb gomb, szabad átalakítás, még egy picit. Oké, kitöltötte a teret, ugye? Szűrők, domborítás, domborítás, megdomborítjuk a várost, ez egy kicsit úgy, hogy ki van világítva, tehát nem probléma. Ezt egy picit megnagyobbítom még. Szabad átalakítás, még egy picit megnagyobbítom. 105. Jó. Jó lesz így. Megnézzük, hogy középet van-e mindegyik. És akkor a várost egyesítem az előző réteggel. És akkor most ezeket a szemeket becsukom. Ezt összevonom, egyesítés az előző réteggel. És akkor a következő dolgot teszed. Adunk az alsó rétegnek szűrők, flaming pear flood, egy kis vizet. Egy kis vizet, mégpedig egy kis, gondoltam én itt erre a kis sárga vízre, vagy a barna víz. Hát nem tudom. Hát ilyen fehéres vizecske sikerült. Még egyszer megnézem, mert annyira nem szép. Flaming Pear Flood. Próbálok inkább egy kis világosabbat belecsempészni. Inkább legyen fehér. Oké. És akkor így már látszik is a víz. Jó. És akkor a következő dolgunk az lesz, hogy rakunk rá egy hölgyeményt, mégpedig le mindjárt előhozzuk, remélem meg lesz. Minden előjön, csak az nem. Tehát szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Nem tudom, hogy hova helyezzük. Na most belement oda, de nem szeretnénk, tehát ide felőre helyezzük. Jobb gomb,
szabad átalakítás, és megnagyítjuk, nem ilyen nagyra azért. Száz 45%-ra, ha sikerül odavinni, de nem. 146-ra, és akkor ide kívülre helyezzük a hölgyeményünket. Egyesítés az előző réteggel, nem. Ennek adunk egy kis keretet. Megmondom miért, mert nem szeretném rárakni a hölgyet, tehát a keretre nem szeretném rárakni, és rá szeretném rakni, és így nem tudom rárakni, tehát inkább a háttérnek adok most egy kis keretet, mégpedig ezt egy szűrővel oldom meg, szűrő, kicnet, szoftvere, filter, unlimiter 2, és akkor itt ezen belül az ALF-es border FX és a border fade 2. Na most itt ez nem jó nekünk, mert itt a noise, ugye itt, ez nem jó, mert nagyon széles, tehát nagyon remeg az egerecském. Ez legyen olyan 25-ös, jó? És ápli, a noise az maradhat 8-as. Az intensity, az is maradhat. Na, és akkor sikerült is belőre helyeznünk a keretet, és erre pedig a hölgyet. És erre pedig az effektecskénket, ilyet még úgyse csináltunk, egyesítés az előző rétege. Na most tehát még a hölgyel variálhatunk, látjátok, ez így néz ki. Még a hölgyékével variálhatunk, de nem szeretnék, tehát ide szeretném a hölgyet rakni. Még majd meglátjuk, hogy mit csinálunk vele. Adunk neki egy kis rétegbeállítások árnyékot. Igen. És akkor most a következőt teszed. Van nekünk egy kis... Hát, én már előre elkészítettem. Szerkesztés-másolás. Szerkesztés-beillesztés. Ebből a virág, én már előre elkészítettem, de ebből a virágból nektek el kell készíteni ezt a virágot, ez feladat lesz. Feladat, mégpedig az a feladat, hogy ezt össze kell állítani. Ebből a virágból, és ebből a virágból. Tehát majd feltöltöm a csoportba. És most ezt így most szépen ráraktam ide. Adok neki egy kis árnyékot, rétegbeállítások árnyék, megnézzük. Hát ezt mínuszba adom, de hát nem biztos. Hármas, azt mondja mínusz 2, hogy egy kicsit előre jöjjön az árnyék. És akkor itt pedig lejjebb megy 7-es árnyék, és itt pedig 3-as. Kihúzzuk a szélére, és oké. Okay. És akkor még, hát nem is tudom, itt még rakjunk rá egyet, réteg, meg kettőz, és ezt lekicsinyítettem szabad átalakítással, nem tudom hány százalékra, mondjuk 50-re vagy 60-ra. Itt van. Jaj, nem ez, hanem ez a kicsi kis virágocskánk. Ezt pedig ide fentre készítettem. Így, ide. Vagy ide lentre, hát nem tudom, hogy hova rakjam. A hölgy alá rakom. Azért, hogy ide a Vicuska tutoriál kiférjen. Így ide rakjátok ti is, tehát próbáljátok ide a közepébe, és a Vicuska tutoriál kifér, réteg, most már egyesítünk minden réteget, tehát akinek nincs meg ez a keret, vagyis ez a plugin, akkor készítsetek valamilyen keretet, de viszont
az effekt az legyen kívül. Látjátok én, hogy milyen szép, nagyon. Még ide alulra is lehetett volna, de a nevemet is valahova rá kell írni, úgyhogy muszáj lesz. Tehát ebből a sötétből veszünk mintát, a hölgynek a ruhájából. Vicuska tutoriál. Nézzük, Georgia. Réteg új üres. Egyesítés az előző réteggel. És akkor most réteg meg kettőz. Hát adunk neki egy kis árnyékot, rétegbeállítások, árnyék. Mínusz egy, kettő. Itt is szintén három, kettő, és kihúzzuk a szélére, oké. És akkor most ezt megkettőzöm, egyesítés az előző réteggel. Megkettőzöm, réteg, megkettőz, és akkor most az egyiket ide lehúzom magamnak, ide, és kitörlöm a radírra, ugye ezt magamnak. Na most. Tehát egyik volt a vicuska, megkettőzöm a réteget itt is, egyesítés az előző réteggel, egyesítés az előző réteggel. És egyesítés az előző réteggel, és készen is van a képünk. Egy nagyon szép kis kép sikeredett belőle. Várjuk, a vicuska tutoriált egy kicsit feljebb raknám. Ide. Jó. És akkor most egyesít minden réteggel. Hát ezzel el is készültünk a leckével, majd ezeket feltöltöm a csoportba, tehát a levelet és a virágot nektek kell megoldani. Remélem, hogy el tudjátok készíteni. További jó szórakozást és jó munkát kívánok a leckéhez. Sziasztok!